És ráadásul a Ferencváros egy-két megingást leszámítva imponáló magabiztossággal szerepelt végig az elmúlt hónapokban, hogy ez folytatódik-e, az hamarosan kiderül, elkezdődött ugyanis az alapszakasz második fázisának első mérkőzése itt a Tüskecsarnokban. Marva próbálta őt letámadni Vaculik, de Marva megcsinálta a paszt, Farkas Simon benne a harmadban, Türkotnak vissza, nagyon nagy gól! Farkas Simon vitte be nagy lendülettel a korongot a jobb szélen, és a visszapaszból Janik Türkot. Hrabál közelebb lopózik. Nagy Gergő most nincsen, ő ugye kulcsfigurája szokott lenni az ember előnyös játékának. A Ferencvárosnak, de ő sem kell ahhoz, hogy Rasmus Kulmele a hálóba bombázza a Ferencváros második gólját. Nagy Gergő nélkül is megy ez az emberelőnyös játék. Nyemec. Előbb úgy nézett ki, hogy kapura húzza, aztán utána Fonakkal jött a passz. Ez is veszélyes lehet olyannyira, hogy gól. Aku Kestile a gólszerző. 3-0-ra vezet a Ferencváros. Már ott lehetett látni, amikor a korong lekerült az alapvonal mögé, hogy innen akár jöhet egy életveszélyes visszapassz is. Jött is. Most elhozzák a bulit a vendégek, sőt, Rót elüt fölötte, ez így nagy lehetőség, szép itt a dab. Szalma Zsolt emberhátrányos góljával. Nem lesz shoutoutja Nagy Kristófnak. Büntetéséből tudott Szalma ember hátrányos gólt szerezni, így alakult ki a 3-1. Aztán utána, miközben ott a negyedik ferencvárosi gól. Én itt a második harmad eseményeiről és a kiállításokról értekeztem, és közben a Ferencváros góllal fejezett be egy újabb helyzetet. És hát tényleg nem megbántva a dunói városiakat Turbuc közben korongszerzés után nagy helyzetben, és be is vágja a Ferencváros ötödik gólját Turbuc Martin. Turbuc lecsapott rá, befelé cselezett, tiszta lövő helyzetbe hozta magát, és ki is használta. Jelenleg a holnap jégre lépő Brassóban szemben egy meccsel többet játszva 8 pont a Ferencváros előnye a tabella élén.